Kasper van Dien, Rikosi Károly. François Robertson, Kisfalvi Krisztina. Russell Wong, Lux Ádám. Kíméletlen vadászok. Magyar szöveg Szász Andrea, hangmérnök Hidvégi Csaba, vágó Ulman Gábor, rendezőasszisztens Albecker Gabriella, gyártásvezető Boskó Andrea, szinkronrendező Gyarmati Gergely, producer Kovács Zsolt. A szinkront a Best Hollywood Kft. Megbízásából a Synchron Systems készítette. Beragadt a cipzár, nem tudom kinyitni. A piros estélyét is tisztítóba küldte? Nem tudom, hol lehet. Azt mondtam, hogy maradj itthon! Csak a tisztítóba mentem. Máskor küld Bettyt! Pont az ellenkezőjét csinálod annak, amit mondok. Teljesen lejáratsz a személyzet előtt. Én nem akartalak lejáratni, én csak... Csak mi? Ezt meglepetésnek szántam. Tudod, az évfordulónkra. Oh. Nem bontott ki? Egy mini CD játszó. Hogy zenét hallgathass, miközben dolgozol. Nem tetszik? Köszönöm. De kérlek szépen, ne menj el itthonról. Jó híreim vannak. Apám telefonált. Úgy tűnik, békét köt a Malakov családdal. Felosztják egymás közt a területet. A háborúskodás véget ér. Hát ez nagyszerű. Ezek szerint hamarosan normális életet élhetünk. És mi van a... Apám kérésével, hogy én legyek a család ügyvédje? Elutasítottam. Mert én új életet kezdtem veled. És tudom, nem bocsátanád meg, ha a család ügyeibe bonyolódnék. Van egy kis dolgom. Szólj, ha kész a vacsora. Előbb még fürödni szeretnék. Rendben.
Halljam, ki küldte? Hogyne, parancsoljon! Örülök, hogy itt lehetek. Isten, hogy te. Köszönöm. A mennyasszony vagy a vőlegény vendége? A mennyasszony. Csodálatos szertartás volt. Igazán? Köszönöm. Gyönyörű. Aubok. Elnézést, de ahogy maga csókol, nagyon emlékeztet egy másik lány. Ugyan? Igen. New Jersey-ben élt, úgy hívták...
Marian Barbiero. Bocsásson meg, de rajta van a vendéglistán. Ez a Marian átverte a biztosítót. Megrendezte a saját halálát, és szépen lelépett az $1 millió életbiztosításra. Milyen mókás lenne, ha mondjuk maga lenne az a lány, én pedig a fickó, aki elkapná. Még fényképem is van róla. Igen. Mintha maga lenne. Elnézést. Miért csinálja ezt velem? Az esküvőm napján. Nagyon szereti a munkáját, ugye? Minek is tagadják. Nyugi. Rick? A húgomat elrabolták. Pakolj, New Yorkba megyünk. Tessék itt a repülőjegyet. Várj egy kicsit. Mikor rabolták el? Ma délután. A férjét pedig szitává lőtték. Ez nem rám tartozik. Dehogy nem. Embereket kutatsz fel. Ez a munkád. De nem neked és nem ma. Zsaru voltál New Yorkban. Te ismered a várost, én nem. Szükségem van rád. Nehéz volt kimondani, ugye? Tudod, talán ha te meg az apád nem külditek el otthonról Kimet, ez nem fordult volna elő. Azért küldtük el New Yorkba, hogy tanuljon. Nem, azért, hogy távol tartsátok tőlem, és azóta meghalt számomra. Francokat, még mindig szereted, ezért fordultam hozzád. Ismerlek, Spears, jól ismerlek. Akkor azt is tudod, hogy begurulok, ha nem takarodsz el a lakásomból azonnal. Volt idő, amikor bármire képesek voltunk egymásért. Igen, valami már nekem is dereng, de nagyon halványan. Ezt Kimtől kaptad, emlékszem. Azt jelenti remény. Ha már nem szereted, miért őrizted meg? Elhurcolták, és érzem, hogy életben van, de ki tudja, hogy még meddig? Ott a jegyed. Royal Airlines, este 10 óra. Öltöz lazán. Nem szóltál hozzám, semmi baj. De mi a terved? A terv? Én teszem a dolgom, te békén vagysz. Nem túl jó terv. Jobbat nem tudok. Jól van. De elmondod, mit gondolsz, amikor teszed, ami a dolgod. Utálom ezt a munkát. Nem érdekel. Taxi! Egy másikkal. Ezzel mi bajod van? Igen. Mi baja van ezzel?
Ez egy klasszikus modell, már rég nem gyártják. Nekünk több napra kellene a taxi. Ráérek, ameddig csak szükséges. Nem vagyok férnél, nincs gyerekem, jól járnak velem. Figyelj, cica! Felejtsd el, jó? Majd jön másik után. Maradj ki ebből! Én megteszem, amit csak kell. Legyen férfi, menni fog. Ó, hát persze. Csak mert nő vagyok, ugye? Most már értem. Figyelj, cica, változtass irányt, jó? Eltörte az orromat! Magája az állás! Nem kell könyöradomány! Ez egy munka, akkor kell vagy nem? Igen, igen kell. Van hozzáfűzni valója? Amikor üt, dobja be a vállát. Jó, majd magát gyakorolok. Az orró! Szóval, Carmen, hol tanult verekedni? 2 év a seregben, és félig libanoni vagyok. Talán egész nap csevegni akarnak? Mondd egy címet. Brooklyn. Lehetne pontosabban, elég nagy területről van szó. Kim lak címét, légy szíves. State Street, 2119. Az nem az a ház, amit szétlőttek. Kik maguk? Ha nem akarja a munkát, mi nem kényszerítjük. Óra vagy általány? Az utóbbi mennyi? Még nem döntöttem el. Számítson rá, hogy veszélyes lehet. Akármennyi lesz a tarifa, megduplázódott. Maradj itt, körülnézek. Egy magam. Nem lehetsz, Pierce. Vigyen a reptérre. Most komolyan beszél? Én megyek, egy magam. Vagy te, egy magad. Kettőből választhatsz. Gondoltam. Magának mi köze Mr. Eleganciához? Spitz meg én barátok voltunk. Valamikor. Aha. Így már világos.
számít. Előre kitervelték. Nem egyszerű rajtaütés volt. Valamit el akartak érni vele. Megtalálod Kimet? Nem hagytak olyan nyomot, amin el tudnék indulni. Most hogyan tovább? Hé, hey, Carmen! Hé, hey, mi az? Gold Street, a Tillery és Johnson között. Felnézünk a zsarukhoz. Ez mindig ilyen bunkó. Újabban. Mr. Malakov? Maradjon már le egy kicsit, a nyakamba lihet. Mr. Malakov, a Cheng család. Azok senkik. Én pedig nem egy idióta palotapincsi vagyok. Maradjon le! Ez jó. Igen jó. Malakov vagyok. Segíthetek valamiben? Bálhat. Biztos úr. Én egy New York-i zsaru vagyok. Maga egy Los Angeles-i magánnyomozó. Nem látom okát, hogy bármilyen információt megosszak magával. Korábban én is New York-i zsaru voltam. Egy kis szakmai segítséget reméltem. Jó indulatom jeleként fogadtam magukat. Ami a rendőri tevékenységét illeti, bátorkodtam elővenni az aktáját. Rendkívül érdekes karriert futott be nálunk, mielőtt megfutamodott. Hogy mi? Hogy mi? Eliszkolt. Nézzük csak, a belső ügyosztály két különböző ügyben nyomozott maga ellen. Rendőri túlkapás miatt... Tisztáztam magam. Valamint kenőpénz elfogadása miatt. A maffia csapdát állított. Az nincs benne, hogy ez az ügy is tisztázódott? De igen, bizonyíték hiány. Bár a nyomozótiszt megjegyzése szerint a rendőri fizetése nem fedezte volna az életvitelét. A szüleim korán meghaltak. Örököltem. Az akta szerint mélyrehatóbb nyomozást szükségeltetik. Ám akkor megvált a testülettől, és Los Angelesbe költözött. A társamat lelőtték. Úgy éreztem, mennem kell. Egyesek szerint kár is volt belépnie. Nézze, Jensen. Jensen nyomozó. Jensen nyomozó, kérem, tudom, hogy maga elfoglalt ember. El ne álljuljak. Kérem, itt van ez a... Én... Ő a húgom. Kötelességem megvédeni. Apánk múlt évben meghalt, és a halálos ágyán megígértem neki, hogy vigyázok rá. Kérem, segítsen. Mi ez? A hálószobában találtuk. Bizonyára a húgáé. Bár bevallom, hogy Mr. Spears, te nem nézzük valami jó szemmel itt. Biztosítom arról, hogy mindent elkövetünk a húga érdekében. Jensen? Mikor? Nagyon elfoglalt ember. Kétszer nyomozott ellened a belső ügyosztály. Nem, már is oda megyek. Csak érdekességképpen, épp most nyírták ki a Malakov család fejét. Kérem, bocsássanak meg, uraim. És a szalagok? Milyen szalagokról beszél? A Cheng ház rejtett kameráinak felvételeiről. Esetleg belenézhetnénk? Azok bizonyítékok, semmi köze hozzájuk. A húgomról van szó. Miért nem segít? Ki nem állhatom a korrupt csarukat? Tényleg? Vagy azért, mert az agya akkora, mint egy mókusé? Hát ez jó volt. Nagyszerű. Semmi jobb nem jutott eszedbe. A te nyelvedet meg alig lehetett lefejteni Jensen senkiről.
csak néhány infót akartam szerezni. Egyébként nem mesélted, hogy ennyire kedvelnek itt. Nem már tudni, még jól jöhet. Te kerestél meg, igaz? Igen, igaz. És ki a hibás? Ó, hát én, ugye? Meg az apád. Őt hagyd ki, most mit csináljunk? Látogassuk meg Kim apósát. Szerintem neki van másolata a felvételek. Long Island! Ha egyszer azt találják mondani, hogy kérem, én tutira szívrohamot kapok. Kérem! Kis házikó, be kéne lépnem a maffiába. Nem tetszene. Nem ismerik a kérem szót. Maradj itt. Nem. Hadd beszéljek én az őrökkel. Nem javaslom. Spears, én tudom, hogy gondolkodnak ezek az emberek. Kérlek, lásd be, hogy én jobban ismerem a kínaiakat. Rendben. Hé! Magának mi köze van Mr. Kínaihoz? Tőle már megkérdezte? Azt mondta, hogy maguk ketten valamikor barátok voltak. Valamikor. Nincs itt. Nincs itt? Ezt nem hiszem el. Hogy ment? Sehogy. Hol van Spears? A házban? Talán átugrott a kerítésen? Előbb azt üzente, köszöni a figyelemelterelést, és csak aztán ugrott át. A fenébe! Nagyon sajnálom, nem tudok semmilyen felvételről. Kérdezze meg a rendőrséget. Én nem segíthetek. És most, kérem, távozzon. Én is sajnálom, de a válaszával nem vagyok elégedett. Be kell érnie vele, Mr. Spears. Az embereim kikísérik. Viszont látásra. Most mi lesz, nagyfiú? Lelősz? Elég jól kezelem a kínaiakat, nem? Ide jönnek. Betörnek az otthonomba. Éppen a gyász idején. Mr. Spears, nem valami tapintatos? Nagyon helytelen. Sok embert megbánt ezzel. Nem én kezdtem a háborút. A Malakov család azt hitte, el akarunk foglalni a területüket. Ezért megölték a fiamat. És elrabolták a maga húgát. Mit akarnak Kimtől? Azt gondolják, hogy Kim elrablásával jobb belátásra bírnak. De tévedtek, mert maga megölette a Malakov család fejét, ezzel veszélybe sodorva Kimet. Ki lett a Malakov család feje? Az unokaöcs, Daniel Malakov. Őrült a fiú. Még a Malakovok sem tudnak mit kezdeni vele. Hol van? Rejtőzködik. Nem találjuk sehol. Csak figyeljen. Ön meg az apám. Egyazon iskola tanítványai. Ő testvéreként emlegette. Apám emlékére kérem tisztelettel, ne roncson a helyzeten, még Kimet meg nem találjuk. Nem hiszem, hogy teljesíthetem a kérését. Yasho homimi. Cajo nimvaj. Futsu.
Mit mondtál neki? Azt, hogy ha Kimnek baja esik, én kivágom a szívét. És megetetem vele. Ennyit a hagyományokról, mi? Hát igen. Sose esznek. Van itt egy jó kínai étkezde. De ehetünk akár hamburgert vagy szendvicset is. Elég a dumából. Tönkrement az akum. Nem lehetne kicsit kedvesebb, miután egy órája kolbászolok magukkal céltalanul? Nem semmi magának dolgozni. Jó, ha beletörődik. Kösz, de ne higgye, hogy annyira megéri nekem. Hé! Miért kocsikázunk? Megvártuk, még besötétedik, hogy követhessük a minket követő BMW-t a Malakovok rejtett helyéhez. Követnek minket? Mióta? Amióta kiértünk Brooklynból. Ha szólok, lépjen a gázra. Rázzuk le, de ne tévesszük szem elől. Ez a beszéd. Pirosra a lámpa. Tovább. Azt nem lehet. Kell a munka, vagy sem? Ez igen! Megcsináljuk újra. Talán később. Hajtson be a sétányra. Az ilyen macsó szöveggelés, de ami engem illet, sajnos ez... Jöjjön már végre közelebb! Olyanok vagyunk, mint egy szerelmes pár. Elég gyakori látvány. Így nem fognak gyanút. Azzal, hogy elveszített minket. Ő meg azt mondja majd neki, hogy menjen vissza. Nagyon biztos a dolgában. Teljesen biztos. Ezt nem hiszem el! Mit művel az autómmal? Tudom, majd megtéríti a kárt. Feküdjön Rick mellé. Az kizárt! Ha. Lefeküdni!
Gyümölcs és zöldség nagykereskedés. Na, mi újságot hátul? Nagyon jó volt, és neked, drágám? Fáj minden, porcikám. Akkor jössz? Na, náhogy megyek. Maradjon itt. Arra mérget vehet. Daniel Malakovot keressük. Értik, amit mondok? Nem ismerünk ilyet. Beszéli a nyelvet. És ki itt a főnök? Miért? Mert beszélni akarunk vele. Ugyan miről? Arról, hogy miért alkalmaz ennyi seggfejet. Az ürgének igaza van. Nagy seggfej vagy. Szégyellem, hogy rokonok vagyunk. Daniel Malakov vagyok. Remélem tudjátok, hogy ha bármi történik velem, az embereim kinyírnak benneteket. Biztos megpróbálnák. Hogy biztos. Jó. Nagy biztonságban vagyok, mi? Szóval, miben segíthetek? A húgomat keresünk, Kim Chenget. A húgod feleségül ment Paul Chenghez. Hol van Kim? Paul Cheng meghalt. Ő a leghalottabb kínai Amerikában. Bam, bam! Azt hallottam, úgy nézett ki, mint egy szelet eventáli sajt. Bármi is van közted és Csengék között, a te dolgod. Nekünk csak a lány kell. Nekem is. A csaj király. Láttam néhányszor. Nem tudom kiverni a fejemből. Nincs nálam a csaj. Akartok még valamit tőlem? Nem tudom, hogy kinél van. Csengék szerint tudod? Hamarosan pokolra küldöm az egész családot! A bácsikámat kinyírták, minden ok nélkül. Nos, a város Csengék vérében fog fürödni. Nekem dolgom van. Azt javaslom, húzzatok el a francba, amíg szépen mondom. Értjük egymást. Biztonságban vagy mi? Még mindig úgy érzed. Rick, eltérünk a tervtől. Milyen tervtől? Nem tudod kiverni a fejedből. Ugye ezt mondtad? Engedj el, vagy az embereim lelövik a haverodat! Jól van, csak rajta. Már amúgy sem vagyunk túl jól. Összekaptunk valamin. Szólj a fiúknak, hogy dobják a fegyvereket a konténerbe. Rajta! Csináljátok már! Emberek. Most 4-ig számolok, de csak 3-ig hallod majd, mert 4-nél már golyó fúlódik abban Maxemi agyadba. Ne aggódj, semmit sem fogsz érezni. Tudod, én csak 1-ig számolnék. Pszichopata állat. 1. Hol van a húga? Nem tudom. 2! Hol van a húgom? Komolyan mondom, hogy nem tudom, hol van. Helyedben én felelnék a kérdésére. Halljam, hol van a húgom? Esküszöm, nem tudom, hogy hol van, én nem tudok semmit. 3! Ó, Istenem, eláztattad az új cipődet. Rossz hír. Hiszek neki. Én is. Kösz a segítséget, most már elmegyünk.
Azt hiszed, hogy élve kijuttak innen? Nem is tudom, egy próbát azért megér, nem? Kinyírni őket! A bulinak vége, gyerünk, mozgás! Jól csinálta, meg kell hagyni. Hol tanulta? Részben filipino vagyok. Hát, Connor, sajnálom, hogy itt találkozunk. Sokat meséltek magáról az embereim. Tudja, New York sokat veszített azzal, hogy maga elment innen. Köszönöm, százados. Viszlát! Na, hogy ment? Hát, a százados szerint, ha még több galibát okozunk, minket letartóztat. És oda az engedélye. Mindvégig mosolygott. Igen, elég beteges dolog. Na, menjünk. Bácsom, Space, mi a terved? Nincs semmiféle tervem. Világos? Egyáltalán nincs, min elindulnunk. Zsákutca, haver, vége! És mi lesz Kimmel? A zsaruk rajta vannak. Mi maradjunk ki belőle. Hány zsaru állt rá? Egy. Jensen. Na, ezért nincs vége. Spears! Mi az? Nem is köszönsz? Chick, szia. Hé, ezer éve nem láttalak, hogy vagy? Rémesen nézel ki. Jack Ciccolini. Rick, szia. Hello. A barátaimnak Chick. Carmen. Nagyon örvendek. Spears-el társak voltunk. Még be nem szereztem egy golyót az Infos Superstrádán. Ez benne van a pakliban. Mikor is történt? Hát, elég régen volt. Igen, eltelt néhány év. Mondanom kell valamit, bocsi. Jó kis történet, gyere, gyere közelebb. Ez tetszeni fog. Na, ez mit szólsz? Mi volt ez? Mi folyik itt? Ez jól esett. Jó, hogy találkoztunk. Miért csinálta? Az anyja vagy a nővére? Egyik sem. Ne szóljon bele. Na jó, gondolom... Tartoztál ezzel. Megnyugodhatsz.
Ennyi, és már is lelépsz, ha? Csak úgy hádat fordítasz? Megfutamodsz? Azóta hány zsarut juttattál tolószékbe? Ho-ho-ho-ho, nyugi, Connor, bosszant, mi? Miért nyugi? Jó vagyok. Hagyjátok, engedjétek el. Elboldogulok, oké? Okay? Hé, hey, ez szép volt. Kösz, Connor. Ennyi év után rávettelek, hogy úgy kezelj, mint egy férfit, és ne mint egy... Tudod? Jó érzés volt. Nem volt szívük kirakni az utcára, úgyhogy rám bízták a gépkocsi parkot. Íme! És hadd nagy lettem. Előléptettek? Gratulálok. Úgy léptél le, hogy még csak fel sem hívtál. Emiatt? Ha? Ez nem a te hibád, Spears. Nekem kellett volna fedeznem. Úgyhogy az én hibám. Hé, te fedeztél, érted? Ha más fedez, halott lennék. Ezt ne feledd. Honnan ismered Ricket? Harcművészetet tanultam tőle meg az apjától, és... végül beleestem a húgába. Ó, te meg kincseng. Ez évekkel ezelőtt volt, és túl vagyok rajta. Értem, ha rendben. Ezt nevezem felszerelésnek. Az ott micsoda? A rendőrség legújabb játékszere. Egy mutáns kamion a durva helyzetekben lévő kocsik eltávolítására. Jó, mi? Beleszerettem. Összetöri a szívemet. A csaj oda van az autókért. Igen, főleg, hogy az enyém tropára ment. Ki mondta, hogy hajtson egy épületbe? Hé, ne legyen ennyire hálás. Na, várjunk csak. Arról a taxiról van szó? Ó, arra a sárga roncsra, gondol, amit lefoglaltak? Először is kihozatom onnan. Másodszor a város legjobb szerelőit állítom rá. Ez hogy hangzik? Hát, elég jól. Te mit tudsz a húgomról? Annyit tudok, hogy eltűnt. Elég zűrös ügy, nem profikra val. Talán Malakovék tették, eléggé a bögyükben van a Cseng család. Egy Jensen nevű falba ütköztünk. Jensen? Az a vén falfej akkor se segítene, ha a rendőrfőnök lánya lennél, és hétvégente tömne. Már bocsánat. Képviselő akar lenni, kerüli a problémákat, leginkább a kínai és az orosz közösséggel. Gondolom, nem kaptatok felhatalmazást a nyomozásra. Nem, O'Donnell elhajtott minket. Jól van. Ha megfutamodsz, menj csak. Remek. Ide küldöd New Yorkba, és amikor veszélybe kerül, kifogásolod a jellememet. Srácok? Fogalmat sincs, mit beszélsz. Ti meg az ostoba hagyományaitok. Ha békén hagytok, ez nem fordul elő. Ha azt hiszed, hogy elszúrtam az életedet, sajnálom. Ki akarja megnézni a felvételeket? A Csengház tele volt rejtett kamerákkal. Csodálkoznék, ha a húgot tudott volna róluk. Jensen nem fog örülni annak, hogy kilopta a bizonyítékot. Ne adj kulcsot senkinek, ha nem akarod, hogy használja. Szép lakás. 10 év szabit kapott a bejárónő. Ott a videó. Oh.
ettől bizony biceg az ember. Katona voltam, de ilyet még sose láttam. Látom, összevágták a legjobb részeket. Igen. Csak képletesen. Látsz valamit? Meg lehet. Nem csendesen akarták elintézni, hanem látványosan. Mit nézel? Figyelj! Ott. Vajon mit vett el? Szerinted? Szerintem... Megnézem újra. Kell egy kis társaság? Mint mindig. Rettenetes dolgot álmodtam. Meséld el. Téged valakik elraboltak New Yorkban. Elraboltak? És te keresni kezdtél? Igen. És megtaláltál? Nem. Egyszerűen örökre eltűntél. Connie, te sose fogsz megszabadulni tőlem. Tegyük fel, hogy Daniel Malakov megöli Paul Chang-et. Elrabolja Kimet, de a családnak nem szól róla. Háborút robbant ki. Megöleti a családfőt, és ő lesz a főnök. Így Chang-ék végzik el helyette a piszkos munkát. Csak egy baj van. Ott a raktárban hittem neki. Vajon hová tűnt a bicegő fickó, akit követtünk? Kisurrant hátul, mikor nem figyeltünk oda. Csapdába csaltak. Malakovra úszítottak, hogy félrevezessenek. Mint ha valaki azt akarná, hogy a két család írtsa ki egymást. Van ötleted? Csak megérzés, de újra látnom kell a Cseng házat.
Nem megyek sehová. Hív vissza. Megkérdezi a kórházakat. Kórházakat? Ha meg akartak volna ölni, már nem élnénk. Szerintem nincs semmi baja. Egyetértek. Carmen, ez nem muszáj. Bocs, ideges vagyok. Olyankor takarítok. Én olyankor inkább szeretkezek. Szólj, ha idegeskedni kezdesz. Mintha már is kezdenék. Egy hideg zuhany jót tenne. Akkor most mit tegyünk? Csak várjunk. Egyelőre. Hogy érzi magát Mr. Spears? Kényelmes kis helyez, barátom. És most hogy érzed magad? Sokkal jobban kezd. Tudom, hogy azt a lányt keresed, de sajnos meghalt. Hol a holtteste? Jobb, ha befogod a pofád. Mondom, hogy már meghalt. Kár tovább pocsékolnod az idődet. Azért hoztál ide, hogy elmondd? Megmondom, mit teszel. Fogod a lány bátyját, kimentek a reptérre, és szépen hazarepültek. Itt nincs többé keresnivalótok. És ha nem fogadunk szót? Akkor, ha legközelebb összefutunk mi ketten, ígérem, nem csupán beszélgetni fogunk. Dolgozzátok meg! Igen, itt Chick. Aha. Rendben. Na jó, én megyek. Én is. És én is. Megnézzük Spears-t a háznál. Spears-t? Én a húgomat keresem. Hogy? Spears tud vigyázni magára, de lehet, hogy már halott. Neki nincs szüksége ránk. Lehet, hogy álmodom, mert nem hiszem, amit hallok. Már pedig jól hallotta. Ide ráncigálta magával, és cserben hagyja. Nem miattam jött el, hanem saját maga miatt. Azt hiszi, hogy még összejöhet Kimmel. Nem érti meg, hogy Kim kínai, kínaiként gondolkodik. Bárhogy erőlködik, sosem fogja megérteni, de képtelen elfelejteni. Mindennek eljön az ideje. Még ennek is. Úgy van, és most ideje megkeresnem Kimet. Igazad van. Hé, Spears! Jól vagy? Kéne egy aspirin. Orvost kellene hívnunk. Nem, semmi bajom. És hová vittek? Nem tudom, de kiderítem. Kimet nem láttad? Azt mondták, hogy meghalt. Elhitted? Nem. Na jó, hol keressük? Nem mi, csak én. Ez az én ügyem, csak az enyém. Veled megyek, Spears. Jobb, ha te itt maradsz. Nélkülem sehová sem mentek, az hold biztos. Így van, ez rám is áll. A levegőben éter és benzinszag terjengett. Na és? Kokain. Egy droglaborba vitték. Ami azt jelenti, hogy biztos fegyveresek őrzik. Nem ússzuk meg tűzharc nélkül. Vágjunk bele. Van térkép? Branstonból indultunk. Mennyi ideig tartott, míg odaértetek? 27 perc. Honnan tudja ilyen pontosan? Lemértem. Értem. Na jó. Először ezen a sarkon kanyarodtunk balra, tehát erre haladtunk tovább. Azt mondta, hogy a csomagtartóban volt. Ott volt. Kb. 12 perc múlva egy hídon haladtunk át. Fém vagy betonhíd? Fém. Staten Island. Staten Islandre vitték. Akkor nézzük. És ott? 18 perc múlva jobbra kanyarodtunk, és egy építkezés mellett haladtunk el. Staten Islanden sok az építkezés. Később egy helikoptert hallottam. Rendőrségit? Hát, nem is tudom.
A stráda felügyelet. Az meg lehet. Akkor az építkezés itt lehet, a kikötőnél. Ez klappol. Mi van? Jó fejcsaj maga. Na jó. Eszedbe jut még valami? Szirénák, mentőket hallottam. A Staten Islandi kórház. Lehet. 27 percnél jobbra kanyarodtunk. Mi lehet? Egy módon tudjuk meg. Próbálkoz. Ne légy ostoba. Kihozzuk, de nem most. Még egy terved sincs. Nem. Neked nincs terved. Az én tervem végig az volt, hogy megtaláljam. Bemenjek és kiszabadítsam egymagam. Most bemegyek a húgomért és hazaviszem. Ne akart, hogy megüsselek. Pedig muszáj lesz. Ne tegyél próbára, Spinks. Jól van, ahogy akarod. Nem szeretett téged. Miért nem mondtad el? Azért, mert megígértem a húgomnak, hogy megőrzöm a kis titkait, és kímélni akartalak téged. Senki se kért rá. Nem is kellett. Barátok voltunk, emlékszel? Együtt edzettünk szinte testvérekként. Nem akartalak bántani. Kértelek, hogy felejtsd el. Éld az életedet. Szinte alig ismertem a szüleimet. A te családod pótolta azt, ami számomra nem adatott meg. A Kim iránti szerelmem jelentette számomra a legszorosabb köteléket. Amikor azt mondtad, felejtsem el. Túl sokat kértél. Csinálnak, amikor épp nem gyepálják egymást Brooklynban.
Miért akarja tudni? Mondjuk azért, mert itt ülünk úgy kb. 4 órája, és ez alatt nem szóltak hozzám. És mert kíváncsi vagyok. Tanítok? Harcművészeteket? Mikor apám meghalt, átvettem az iskolát. És mindig is erre vágyott? Nem igazán. Miért csinálja? Mert megígértem apámnak. Na és a maga vágyai? Hát, nem tudom. Jól vagyok. Tanítok másokat, és... ez végül is jó dolog. Bingo. Kihajt egy limuzin. Bye. A limó üres. Azon simán bejutunk. Mindenki jól átgondolta. Rám célzott? Veszélyes lehet. Mondtam, hogy benne vagyok. Adjam írásba. Rendben. Menjünk. Ah!
Ne adjak inkább valami keményebbet. Előbb én adnék valamit. Tudja, mire jöttem rá? Mi? Ez az első napnik. Égni fogsz, mint egy karácsony fa! Sütökölj meg! Nem akarsz eloldozni? Fáradt vagyok. Majd megoldod. Hogy jöttél rá? Néhány dolog gyanús volt nekem. A teljesen szétlőtt ház. Aztán idehoztak, de... nem öltek meg. Utoljára voltam nagy lelkű. Végül az ékszereid vezettek nyomra. Az ékszereim? Mindent elvittél. Kivéve a jegygyűrűt. Rajta volt a szalagon. A tükör a folyosón. Igaz. A fenébe, arról megfeledkeztem. Éreztem, hogy hibáztam valahol. Nem sejtették, hogy tudok a kamerákról. Leírtad Paul Changet, még mielőtt meghalt volna. Egy jó kínai feleség nem avatkozik bele a férje ügyeibe. Paul nem érdekelte a családi üzlet, pedig nagy pénz van benne. Szóval háborút kezdtél. És kijátszott a Changéket Malakovék ellen. És a legjobbakból felépítettem a birodalmamat. Klasszikus hatalomátvétel volt. Ma már a menedzserképzőben is tanítják. Mindenkit átvertél, még Ricket is. Az életét kockáztatta, érted? Ezt szeretem benne. Mondd, hogy nem találtál meg. Úgy könnyebb lesz neki. Hová akarsz menni? Talán lelősz, Kani. Azok után, amiket együtt átéltünk. Mikor idejöttem,
Szóltam csengéknek. Mindent tudnak. Malakovék is tudják, és a zsaruk is. A játéknak vége. És ha eltűnnél, én újra megtalálok. Tőlem soha nem szabadulsz meg. Dehogy nem. Kim! Rick! Mindent hallottam. Szerintem gyakrabban is találkozhatnánk. De legközelebb nálunk. Elegünk volt New Yorkban. Na igen. Hé, ne aggódj a húgodért. Majd odafigyelek, hogy rendesen gondját viseljék. Nagyon köszönöm. Én visszajövök, hogy a közelében legyek. Remek, nálam ellakadt. Nálad? Nálad. Pár óra is sok lenne. Ne aggódj, ő takarít. A frizurám. Mikor lettél ennyire pimasz? Akkor egészen biztos, hogy ne vigyelek ki a reptérre. Így is túl sokat tettél. Szia. Szia, vigyázz magadra. Jó, jó. Taxi. Kerüld a bajt. Taxi. Szörnyen unalmas lesz majd nélkülük. Nehogy azt hidd. Hol tanultál így csókolni? Részben francia vagyok. A reptérre. Segítek, ha akarod. Te nem szeretsz segíteni. Én meg nem szeretem kérni. Au! A fenébe! Na csúszszát! Ugyan, menj a másik oldal! Csúsz már át!